keresik a legzöldebb települést. Hétfőn Békés Csabán járta a Virágos Magyarország zsűrije. Ismét összecsapott a magyar és az oszmán sereg, végvári napoka a fürdővárosban. Elvitték a három bajnoki pontot, váratlan vereséget szenvedett a Békés Csaba előre csapata. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Öt határsértőt fogtak el a Békés megyei Battonya külterületén vasárnap hajnalban. A határsértők Románia területéről illegálisan a zöld határon gyalogoltak át Magyarországra. Hárman iraki, ketten pedig szír állampolgárnak vallották magukat, de személyazonosságot igazoló okirattal nem rendelkeztek. Személyazonosságukat és azt, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarország területén, egyikük sem tudta igazolni, csupán egyiküknél volt egy Romániában kiállított ideiglenes igazolvány. Kollégáim a Batonyai Határrendészeti Kirendeltségen meghallgatták őket, majd átadták a román hatóságok képviselőinek ugyanezen a napon. Már keresik az ország legvirágosabb települését. A Virágos Magyarország versenyre évente mintegy 300 település nevez be. Az 1994 óta töretlen sikerrel zajló megmérettetés nem titkolt célja, hogy a hazai kertkultúrát felkarolja, támogassa és nem utolsó sorban bemutassa, népszerűsítse azt. A zsűri már járja az országot, hétfőn Békés Csabát vették górcső alá. A versenyre több száz magyarországi település adja be nevezését, ebből azonban csak 30 kap kitüntetést vagy díjat. A Békés megyei települések közül eddig csak Gyula nyerte el a fődíjat, még 2013-ban. Békés Csaba alpolgármestere kiemelte, a megyeszékel 2008 óta minden évben jelentkezik az országos megmérettetésre. Rendszeresen részt veszünk az utóbbi néhány évben, szeretjük megmutatni, hogy mit érünk el ezen a téren. A zsűri is általában méltányolja a hosszú távú erőfeszítéseket, ezért nagyon fontos, hogy minden évben szerepelünk, elkészítjük a saját videófilmünket, bemutatjuk a legszebb helyeket, amit közterületbe virágosítás, zöldesítés révén el tudtunk érni. Úgy gondoljuk, hogy ez növeli az Békés Csaba ismertségét és vonzerejét. Az országos verseny egyik zsűrije szerint nem az elültetett virágok mennyisége számít, hanem az adott településen lévő környezettudatosság. A lakosságnak a szerepét, a lakossági előkerteket, házakat, az épített környezetet, a környezetvédelmet a városban, környezettudatosságot, környezeti nevelést, így az óvodák, iskolák keretén belül zöld óvoda, zöld iskola. Teljes összefogóan globálisan a város fejlődését, merre tart, vannak-e célok, szerepel benne a zöld, a virág, a turizmus és a fejlődés. A város alpolgármestere kiemelte azt is, az önkormányzat éves szinten több mint 100 millió forintot költ a város környezettudatos fejlesztésére. A terek rehabilitációja, a Munkácsi negyed, illetve a zöldváros program szerepel a város tervei között. Egyedi történelmi környezetben hagyományőrző csoportok elevenítették meg a 16. századi végvárak életét. Az 1566-os ostrom hősei előtt tisztelegtek a gyulai végvári napokon. A háromnapos rendezvényt a Várkertben táborozó hagyományőrző egyesületek és a hagyományőrségek korhű bemutatói színesítették. A gyulai vár utánpótlásának felrobbantásával kezdte el 1566 nyarán a török sereg a végvárostromát. A magyar várvédőket német, osztrák és cseh csapatok is segítették, de az oszmán tüzérségi támadás meggyengítette a várfalakat. A gyulai végvári napokon a törökök szombaton ostromolták meg a várat. A 30 ezres oszmán sereggel idén sem bírt a 2000 várvédőhős. Amint egy hónapos ostrom legfontosabb mozzanatait a hagyományőrségek mutatták be az érdeklődőknek. Csikány Tamás hadtörténész szerint fontos, hogy emlékezzünk arra, több száz éve a magyar szabadságért harcoló honvédőknek köszönhetjük a mai békét. Így Gyulán is, szerencsére még máshol is az országban, elsősorban a katonai hagyományőrzők azok, akik megpróbálják közelhozni hozzánk a történelmet, látványossá tenni a fegyverekkel, a felszereléssel, a mozgásokkal, a vezényszavakkal, a tábor élettel, a viselkedéssel, mind megpróbálják úgy bemutatni a mai közönségnek, hogy egy igazi vizuális élmény is legyen számukra ez. A látogatók megismerhették a török táborok életét és hagyományos ételeiket is. Kihoztam a kávéházat is, volt serbet, ez a török üdítőital, volt arab kávé, török kávé, vízipipát ki lehetett próbálni, illetve délben megnyitottuk az ingyen konyhát, ami az oszmánoknál nagy divat volt már a 16. században is, helvárt főztünk, és ezt lehetett megkóstolni.
A hagyományőrök fegyverbemutatókat és tüzérségi bemutatókat is tartottak a háromnapos rendezvényen. A hatodik végvári napokon az oszmán seregek elleni küzdelem mellett a 129 éves török megszállás hétköznapjait is bemutatták az érdeklődőknek. Fegyverbemutatók, öltözetbemutatók, meg lehet ismerni a tábori élet rejtelmeit, meg lehet ismerni a török, illetve a keresztény tábor gasztronómiai bemutatóját, régi zene együttesekkel, illetve a magyar hagyományőrző fa műves egyesület a vendégünk. A több mint egy évszázados oszmán uralom után a keresztény seregek 1694-ben vették blokád alá a gyurai várat, majd elhúzódó harcok kezdődtek. Valószínűleg itt a török kitörő csapatok komoly veszteség árán térhetnek csak vissza. A gyulai vár történetének egyik legérdekesebb időszakát, 130 év történéseit hivatott bemutatni a háromnapos rendezvény. Az esemény zárásaként vasárnap estére a magyar és császári seregek visszafoglalták az erődöt. A Békéstáj Művészeti Társaság 2003-ban hívta életre a Nemzetközi Művésztelepet, amelyet idén 13. alkalommal szerveztek meg Békés Csabán. A táborban ezúttal 12 alkotó vett részt, a helyieken kívül Szlovákiából, Szerbiából és Lengyelországból érkeztek vendégek. Az ott készült alkotásokból pénteken nyílt kiállítás. Magukkal ragadó színek, formák, a realitás tükröző és azon messze túlmutató alkotások láthatóak a Munkácsy Mihály Múzeumban azon a tárlaton, amelyen a Békés Csabai Nemzetközi Művésztelepen készült műveket állították ki. Az alkotások többféle stílusban készültek. A Békés Csabai Nemzetközi Művésztelepnek a törekvése nem egy egységes stílus létrehozása, egy azonos szellemi alap kialakítása, amely mentén utána minden meghívott alkotó halad, hanem leginkább egyfajta színvonal, egy paritásbeli nívót állítottak ők fel. Idén 12 alkotó vett részt a művésztelepen, akik napközben festettek, este előadásokat hallgattak meg. Az egyhetes alkotói folyamat most is lehetőséget adott az inspirálódásra. A művésztelepeken van meditáció, van eszmék ütköztetése. Mi van még? Van inspiráló közeg. A másik alkotó, mint inspiráló közeg, és az a táj élmény, amit itt Békés Csabán, vagy a Körösök vidéken, attól függ, hogy kirándul-e a társaság, most éppen a városba járt el, megszerez magának. A kiállítás megnyitóján Békés Csaba alpolgármestere méltatta a szervezők Lonovics László és Gnant János munkáját. Mint mondta, a Békés Csabán Munkácsy városában rendezett művésztelepre minden évben szívesen jönnek az alkotók. Visszavágynak, visszajönnek, szeretnek Békés Csabára járni. Mi meg szeretjük, hogy Békés Csabát arról ismerik meg, immárom, hogy Békés Csabán nagyon-nagyon sok jókezű művész van, jótollú, jó ecsetű, jó festékillatú művészt ismerhetünk meg Békés Csabán. A Békéstáji Művészeti Társaság már a megalakulásakor célul tűzte ki, hogy aktív részese legyen Békés Csaba Békés megye kulturális életének. Amellett, hogy ide vonzották a művészeket, idén is felajánlották az önkormányzatnak a művésztelepen készült képeket. A Békés Csaba várost fő támogatónk, a támogatás cserébe azért valamit adunk. Egyrészt hát adunk egy kulturális programot, úgy gondolom, ez is egy fontos dolog. A másik meg, hogy tárgyiasult formában 18 műalkotást fogunk adományozni a városnak, úgy, mint eddigiekben is történt. A Művésztelep Festők a téren elnevezésű programján készült képeket a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Békéstáji galériájában, a többi alkotást a múzeum honfoglalók termében tekinthetik meg az érdeklődők augusztus végéig. Magyarország az éremtáblázat 9. helyén zárta a hazai rendezésű vízes világbajnokságot. A magyar csapat 2 aranyérmet, 5 bronzérmet és 2 ezüstérmet szerzett a megmérettetésen, amit Julio Maione, a vízes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA elnöke minden idők legjobb világbajnokságának nevezett. A magyar együttes legjobbja Hosszú Katinka volt, aki 2 aranyérmet szerzett 200 és 400 méter vegyesen, valamint egy ezüstöt és egy bronzot is gyűjtött. A viadalon egy versenyző képviselte a Békés Csabai előreúszó klubot. Bós Rihárd a nyitónapon a 4x100-as gyorsváltóval bronzérmet nyert, 100 gyorsan a 18., míg 53-on a 10. pozíciót szerezte meg.
A zárónapon még egy döntőben volt érdekelt, a 4x100-as vegyes váltóval a 7. helyen végzett. A világbajnokság utolsó előtti napjának legjobban várt eseménye a férfi vízilabdázók döntője volt, amelyet a házigazda magyar csapat 8-6-ra elveszített a horvátokkal szemben, így a 2. helyen zárta a megmérettetést. Gyula adott otthont a salakmotor egyéni bajnokság 3. utolsó versenyének. A viadalon a hazai szurkolók előtt versenyző Magosi Norbert diadalmaskodott, de a bajnoki címről döntő futamot a debreceni Tabaka József nyerte. A magyar salakmotor egyik fellegváraként Gyula hosszú évtizedek óta házigazdája a küzdelem sorozatnak. A szurkolók 3 gyulai versenyzőnek, valamint a 1,5 évtizedes kihagyás után visszatérő élő legendának, a Dorján Zoltánnak is szoríthattak. A 12 futamos alapversenyből 2 jutottak a döntőbe, majd a 2 elődöntő győztese is kvalifikálta magát a fináléba. A gyulai viadal döntőjében a hazai pályán versenyző Magosi Norbert a kiváló rajtnak köszönhetően az élre állt és diadalmaskodott. A bajnoki címről azonban külön futam döntött, hiszen Magosi és Tabaka József között pont egyenlőség alakult ki, ebből pedig a debreceni versenyző jött ki jobban. Úgyhogy gondolom az utolsó döntőfutamra volt a legjobb a motor, utána egy kicsit korán röltünk a magyar bajnoki címnek, mert utána szóltak, hogy na, mégis van egy külön futam. És az igazat megvalva nem találtam már azt a startnyomot, amit az előző futamban sikerült megtalálnom, és Józsika ügyesebb volt. Gratulálok neki! A debreceniek versenyzője a 3 viadal alapján kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott, így ő lett 2017 legjobbja. A döntőben ugye egyszer visszaintették a rajtot, volt egy bemozdulás, és másodjára nagyon-nagyon hamar felment a szallag, nagyon későn indultam el. Ami a tök utolsónak jöttem el rajtból, nagy nehezen felküzdöttem magam a 3. helyre, és ez szerencsére egy külön futamot eredményezett nekem, ahol sikerült megnyerni a magyar bajnoki címet, úgyhogy nagyon boldog vagyok. A hazai klub a bajnoki címet ugyan nem tudta otthon tartani, de a szervezők összességében eredményes viadalt zárhattak, hiszen szép számú szurkolósereg látogatott ki a versenyre. Hirtelen voltak olyan negatív jelek is, hogy jó, hát nincsen külföldi benne, nem kell külföldi, a magyarnak kell prioritást adni, a magyarok versenyezzenek, és lám-lám, itt van, hogy óriási versenyt tudunk, és ez gondolom, hogy a jövőben a nézőket kicsalogatja, hogy tényleg jó versenyt láttunk, és én nagyon boldog vagyok ezen a téren. Legközelebb október 14-én rendeznek rangos versenyt a gyulai sporttelepen, amikor a páros bajnokság döntőjét rendezik a Fürdővárosban. Váratlan vereséget szenvedett a Békés Csaba 1912 előre csapata a labdarúgó Merkantil Bank Liga rajtján. A bajnokság első fordulójában az újonc Kazinc Barcika érkezett a viharsarokba. A találkozón egyetlen gól született, amit a vendégek szereztek, így elvitték mindhárom bajnoki pontot a Kórház utcából. Az első helyzetet a lilamezes hazaiak alakították ki. Pilán Márkó egy nagy szóló után kiszorított szögből lőtt, Samadi Bence azonban védett. A vendégek Takács Péter révén veszélyeztettek először, de Ribánszkinak nem kellett védenie. Az esti időpont ellenére a mérkőzés nagy hőségben kezdődött, az ivószünet után pedig fel is pesdült a találkozó. Sigér Ákos megpattanó lövése után az oldalháló már megzörrent. 3 perccel később Somodi mentette meg öngoltól a csapatát, a 43. percben pedig Szatmári István 11 méteres fejese került el a vendégek kapuját. A fordulást követően a barcikaiak első kaput átváló lövése sikert is hozott. Sigér Ákos 23 méteres próbálkozása a bal alsó sarokban kötött ki. Boyer Gábor cserékkel frissítette csapatát, de a lilák egyrészt pontatlanul és körülményesen játszottak, másrészt a vendégek szervezetten védekeztek. A hazaiak, amikor helyzetbe kerültek, akkor pedig nem találták el a kaput. Urbin Péter a 63. percben fordulásból lőtt mellé, 2 minutummal később pedig Birtalan Botont tévesztett célt. A 72. percben megint egy védő, ezúttal Pálmes próbálta átverni Somodi Bencét, de ezen a napon nem lehetett túljárni a kapus eszén, aki kiütötte a gólba tartó labdát. A csabaiak még a 93. percben is egyenlíthettek volna, de a hálóőr újabb bravúrja után Gránic közelről hibázott, így maradt az 1-0-ás Kazincbarcikai győzelem. A másik fél időben azért már voltak kialakított lehetőségeink, bár számomra nagyon kevés, sokkal többet kellett volna, viszont ezekkel élni kell. Tehát ez egy olyan liga,
ahol be kell rúgni azt a kevés adódó lehetőséget, ami van egy csapat számára, és nyilván elmondtam azt, hogy előfordulhatnak azért ilyen periódusok egy-egy mérkőzésen, amikor nehezebben sikerülnek a dolgok. A vendégek edzője kiemelte, annak ellenére, hogy újoncként érkeztek Békés Csabára, győzelemre készültek, csapata pedig meg is valósította az eltervezett játékot. Az a típusú edző vagyok, aki minden mérkőzésen nyerni szeretne. Nekem nincs nehéz, nincs könnyű ellenfél, csak ellenfél van. És ezt próbáltam beültetni a játékosokba is, és ezt ők maximálisan megértették, és amit ma a pályán csináltak hozzáállásban, egymásért küzdésben, az mindenféleképpen pozitív. A csabaiak vasárnap Gyulán javíthatnak, amikor a Szeged 2011 Grosics Akadémia fogadja Boér Gábor együttesét. A híradó véget ért, ha továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!